Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, éppen pedig a HP Pavilion 15-ös notebook legújabb verzióját látjátok. Ahogy a nevéből is a Rurik 15,6-szoros kijelzőt kapott fényes felbontással, 1360x768 pixeles felbontással. Érintőképernyőnk nincs, viszont viszonylag gyenge betekintési szögeink azok vannak, hiszen látszik, hogy itt hamar elveszti a színeket, sajnos, hogy hajtjuk le a fedlapot. Ami viszont pozitív, hogy viszonylag jól bírja a csukló. Látható, hogy kisebb rázásokra, és viszont hátra hajtani csak eddig tudjuk a kijelzőt, ami nem túl sok. A gép alsó részét, hogyha megnézzük, felül itt helyezkednek el a hangszórók, illetve itt a bekapcsoló gombunk. Egy szigetes kialakítású billentyűzetünk van matt gombokkal, mögötte viszont egy fényes alap található, ami elég csúnya igazából, nem csak azért, mert fénylik, hanem mert viszonylag hamar posztolódik majd, és ez csúnyán fog mutatni. Van numerikus padunk, illetve szárcsiszolt alumínium csukló támaszunk körbe igazából a gépház belső részében. Minimálisan sűjesztett, egészen széles, de nem kifejezetten túl nagy méretű touchpadet kapunk, különálló egérgombokkal. Lehajtjuk a gépet, itt már ezüstszínű műanyag fedlapot látunk. A gép jobb oldalán kettő kis visszajelző LED van, combo audio csatlakozó, egy USB 2.0, illetve egy beépített DVD író. Látható egyébként, hogy egészen vékony gépről beszélhetünk. 2,5 cm vastag. A bal oldalra került töltőcsatlakozó, Kensington lock, RJ45-ös Ethernet csatlakozó, itt a hűtőnyílás, van egy HDMI-nk, kettő darab USB 3.0-ánk, illetve egy SD kártyaszlotunk. A gép alján láthatunk kivehető akkumulátort, valamint itt egy kis modul, amit hogyha ezt a két csavart eltávolítjuk, akkor a memóriához, valamint a Wi-Fi kártyához férünk hozzá, sajnos a merev lemezhez nem. Magára a gépre, hogyha ránézünk, milyen hardware található benne. Itt látható egy új Haswell processzor, a Core i5-4200 van benne, 1,6 és 2,3 GHz-es órajellel, valamint 4 GB RAM-mal. Ez volt tehát az új HP Pavilion 15 notebook. Hát nem voltam, kövessetek minket továbbra is a Tech2.hu-n. Sziasztok!